Először tartottak szakmai fórumot a Tolnamegyei Mérnöki Kamara tagjai a járvány kitörése óta. Az egésznapos program során kiemelt szerep jutott a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásoknak és a technológiai gyakorlati alkalmazásoknak. Olyan mérnökök vannak, akik nem foglalkoznak ezzel nap mint nap. És látszik, hogy ez annyira a dinamikus tudomány, hogy ez egyik napra a másikra működik, de olyan bonyolult a matematikája, hogy ezt nem lehet átlagos mérnöki ismeretekkel csak úgy megérteni. Éppen ezért szólt több előadás is a mesterséges intelligencia használatának lehetőségeiről. A szakmai nappal együtt tisztítást is tartottak a kamara tagjai. Palotásné Kővádi Terézia, a szervezet 4 évre újra választott elnöke azt mondta, a tagjaik száma folyamatosan nő. A taglétszámunk egyébként növekedett itt az elmúlt 4 év során, közel 30 fővel növekedett, amit elsősorban a Paks 2 beruházás indításának tudunk be, mert sok Paks környéki mérnök jelentkezett a kamarába, akik az ottani munkavégzéseikhez kell, hogy regisztráljanak nálunk és a jogosultságaikat megszerezzék. A szakmai napon a kamara éves díjátadójára is sor került. A szervezetért végzett munkájáért idén Kőrösi Miklós díjat vehetett át Korcsmár István, vízellátás csatornázási szakmérnök, a kamara leköszönt elnökségi tagja. 30 év kimondva sok is, meg kevés is, tehát az ember belegondol, akkor ez egy pillanatokon belül elmúlott, hogyha meg jobban belegondol, akkor pedig fogja a fejét, hogy Uram Istenben 30 évben mi minden belefért és mi minden megtörtént. A kamara alkotói díját Orosz László építészmérnök kapta, a Bulli Antal díjat Kavecki Gergő építőmérnök vehette át, míg Cseri Józsefet, Eszteri Imrét és Orbán Gyulát örökös tag címmel ismerték el.